20 éves a Kőrizspataki Szalmakalap Múzeum, amely mindmáig egyedülállónak számít egész Európában. A környéken már több mint 200 éve él a szalmafonás és kalapkészítés hagyománya, az ősi mesterség tiszteletére pedig minden év júliusában szalmakalapfesztivált tartanak. Ez a 15 szálukalap. Kőrizspatakon és környékén több mint két évszázados hagyománya van a szalmafonás kalapkészítés ősi mesterségének. Az őszi betakarítást követően a legtöbb családban ma is szalmafonással telnek a téli hónapok. Sallóval learatjuk, kivébe kalondjába, haza csűrbe kiszedjük, és megpucoljuk, azt is be tudom mutatni, oda a kivébe kössük, és azt osztályozzuk, vékony, vastag, igen, és akkor úgy felkössük. A kőrizspataki Szőcs család 2001-ben döntött úgy, hogy az ősi mesterség tiszteletére Szalmakalap Múzeumot hoz létre, és minden év júliusában megszervezik a Szalmakalap Fesztivált, amely nem csak szórakozásra nyújt kiváló alkalmat, de a szalmakalap készítés folyamatát is megismerhetjük. Köszönőeszköz, hűsülőeszköz, gyűjtőeszköz. De ennél több, és a székely kalap ezt elárulja, hogy a szalmakalapom elárulta a tájegységemet, honnan jövök Erdélyországon belül, Szászvidék, Máramaros, Szilágyság, Szatmár, Bánát, Székelyföld, mezőség. Aztán a kalapom díszítéséről láthattam azt, hogy milyen nemzetiségű vagyok. Erdély magyar, román ajkuság között volt egy kedves kis jel, amit magyarok balra helyezve mutattak meg, hogy magyar ember bal oldalt tette a díszt, román ajkúak viszont jobb oldalt helyezték. Európa egyetlen szalmakalap múzeumában minden erdélyi tájegység viselete megtalálható, de a világ legnagyobb szalmakalapját is itt őrzik.